Mozgalmas évet zárt a Magyar Vöröskereszt Szabolcs-Szentmihalyi-Bereng megyei szervezete. Számos idei programjuk közül a véradás az egyik legfontosabb, amelyet naponta szerveznek Nyíregyházán és a megye más településein is. Hetente 500 donorra kitűzött céljuk, ami éves szinten 26 000 véradót jelent. Ezzel tudják megfelelően biztosítani az egészségügyi ellátás vérszükségletét. Ezen kívül szociális tevékenységet is végeznek, ami két intézményes ellátásban valósul meg. Az egyik a támogató szolgálat működtetése, amelyben fogyatékkal élő embereket látunk el, a másik pedig az anyaotthonunknak a működése, ahova elsősorban bántalmazott anyák érkeznek a gyerekeikkel, és biztosítjuk számukra a megfelelő lakhatást, illetve szociális és pszichológiai támogatást nyújtunk nekik. A Magyar Vöröskereszt egész évben gyűjti a megunt tárgyakat, a kinőtt ruhákat és a tartós élelmiszereket. Tavaly indították és idén folytatták a Csak egy kis apróság elnevezésű akciót, amellyel iskolás gyerekeket és szüleiket szólították meg. Az így összegyűjtött tartós élelmiszert a rászorulók között osztja szét a szervezet. Pályázatok szempontjából is aktív időszakban van a megyei Vöröskereszt, ugyanis sok Európai Uniós forrásra sikeresen pályáztak. Mintegy 66 millió forintot nyertünk arra, hogy az anyaotthont felújítsuk. A félutasház működtetésére, felújítására és a szakmai program megvalósítására több mint 20 millió forintot nyertünk, és szerződéskötés előtt állunk egy nagyon nagy programban, ami az egész megyét lefedi. Ez nem infrastruktúrális beruházáshoz kapcsolódik, hanem a nők helyzetének a javításához nőközpontokat fogunk működtetni Szabolcs megyében. Ebben ez a pályázat egy konzorciumi együttműködésben valósul meg Nyírtas önkormányzatával. A pályázat összértéke közel 200 millió forint, ami magában foglalja a nagyobb városokban kialakított stratégiai pontokat is. A projekt célja, hogy segítsék a nők munkaerőpiaci beilleszkedését, a családi és a munkaköri szerepek összeegyeztetését, valamint hangsúlyozzák a nők vidékfejlesztésben betöltött szerepét. Idén 30 főállású dolgozó segítette megyénkben a Magyar Vöröskereszt munkáját, körülbelül ugyanennyi közfoglalkoztatott és közel 2000 önkéntes. Ők mind elhivatottak, és céljuk, hogy legyen szó gyerekek versenyeztetéséről, adománygyűjtésről, vagy béradás szervezéséről, az akció sikeres legyen.